Köszöntöm Önöket, ez az Aktuális. Szombaton ismét megrendezik a Vármegye napot, amely hagyományosan a megyei települések értékeit mutatja be. A részletekről Békés Vármegye önkormányzatának elnökével, Zalai Mihállyal beszélgetünk. Köszöntöm a stúdióba, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! 9. megye nap, illetve Vármegye nap, ugye újabban az elmúlt években ezen a népen néven ismerhettük, és hát nem véletlenül mondtam a bevezetőben azt, hogy a helyi értékek, a települési értéktáraknak a különböző megjelenési formája is ez, de hát azért jóval több is a megye nap. Mi az az idei cél, amely mondhatjuk egy krédóként ott van, és amely egy ilyen vezérfonalam az idei évben? A Vármegye nap szervezésének a múltja talán meghatározza a mostani célokat is, mert ezek nem változtak. Fel szeretnénk mutatni a közösségünknek, a viharsarkiaknak azokat az értékeket, amelyek összekötnek bennünket. És 16-ban, amikor először megszerveztük a Vármegye napot, akkor az volt a célunk, hogy legyen egy olyan ünnepünk, amelyben a saját hasonlóságainkat és különbözőségeinket meg tudjuk élni, meg tudjuk ismerni, meg tudjuk ünnepelni, hiszen ez az újrakezdés ünnepe. 1715. július 23-án szerveződött újra Békés Vármegye, a közgyűlés. Akkora már volt annyi lakosság, hogy érdemes volt a Vármegye vezetésének újra felállítani ezt, és ezt 300 évvel később megünnepeltük, és azt gondoltuk, hogy ennek egy állandó napját, ha nem is július 23-a, hiszen ez most már az én nyaralási szezon, hanem szeptember első szombatját kitűztük ennek az ünnepnapnak. És az elmúlt 9 év azt mutatta, hogy igény van rá, mert létezik vármegyei identitás, létezik békési identitás. A két budapesti, Budapesten két ember összetalálkozik egy társaságban, és kiderül, hogy az egyik szeghalmi, a másik batonyai. Ez egyfajta közösséget képez köztük. Biztos, hogy egymásnak vetik a vállukat jobban, mint hogyha az ország más vidékéről származnának. Vannak olyan közös élmények, olyan közös kulturális alapok, amelyek összekötnek bennünket, és ezt érdemes magunk számára is felmutatni, és azoknak is, akik ide érkeznek erre a napra. Ugye, aki akár az elmúlt években mindegyik eseményen részt vett, megszokhatta már, hogy vannak úgymond kötelező, csúnya szóval kötelező elemei a Vármegye napi esemény sorozatnak, ugyanakkor hát az idei évben lesznek azért kuriózumok, újdonságok. Igen. Vannak állandó részei a Vármegye napnak, ugye az alapját mindig is az értéktár képezte. Most már annyi vármegyei érték van, 80, amelyet nem lehet egyszerre bemutatni, az önmagában elfoglalná a teret, ezért most már második éve egy-egy szakterületet választunk ki. A Nemzeti Művelődési Intézettel közösen ők segítenek ennek a megszervezésében. Ebben az esztendőben a vármegyei épített örökség lesz a fókuszban. Az Ibzen ház udvarában mutatkozik be, ami egy új helyszín, és csak a Vármegyei Értéktár épített örökség kategóriába tartozó értékeit mutatjuk be. De emellett természetesen most már évről évre több tucat önkormányzat, nagyjából a települések fele megjelenik a helyi értéktárral. Önkéntes alapon nagyon örülök neki, hogy ilyen sokan érzik szükségességét, hogy bemutassák az értékeiket. Nagyon fontos a Vármegyében élők számára az itt élő nemzetiségek szerepe, és a kultúrája. A délelőtt folyamán övék a nagy színpad, és délben pedig ingyenes nemzetiségi ételkóstolókat tartanak, ilyenek kedveskednek az ideérkezőknek, és ebben pedig a megyei nemzetiségi önkormányzatok a partnereink évről évre. A Vármegye napnak nagyon fontos része a katonai hagyományőrzés, általában a katolikus templom előtti térrészt foglalják el az elmúlt évszázadok vitézei, lovagjai, betyárjai, és természetesen a 21. század vitézei is bemutatkoznak a tektől a rendőrségen, a katonaságon át nagyon-nagyon sokan. Ez egy családbarát rendezvény, ebben az esztendőben is mind az Ibzenház udvarában lesz olyan játszóház, ahol az értékekkel ismerkedhetnek a gyermekek játékos formában, de a Népművészeti Egyesület segítségével egy játszóház keretén belül is várjuk a legkisebbeket, és aki teljesíti a bizonyos penzumokat, bizonyos akadályokat, az természetesen fagyit fog kapni a Hóvirág cukrászdában, ahogy az elmúlt években is.
és talán a legnagyobb, leglátványosabb része a Vármegye Napnak a színpad és a színpadi programok mellett a megye legnagyobb kézműves vására és kistermelői piaca, és talán most már megkockáztatom, hogy talán a Délalföldnek is a legnagyobb ilyen rendezvénye. Ebben az esztendőben 116 kézműves és kistermelő lesz itt a megyéből. Alapszabály az, hogy csak a megye határain belülről jöhetnek, de olyan esetekben, ahol nincsen az adott területen megyei termelő, vagy megyei kézműves, mint például bicska készítőmester, akkor a megye határon túlról is várjuk őket. Kérdezett az újdonságokról. Hát ebben az esztendőben különösen sok lesz. Először talán egy szolgálati közleménnyel kezdeném, hogy évről évre ugye nagyobb a Vármegye Napnak a területe, nagyobb területet igényel, ezért ebben az esztendőben nem csak a Szent István teret fogjuk megtölteni, hanem az Andrássy útnak a színház és a Százas ABC, hogy a csabaiak ismerik, előtti szakaszát. Tehát egészen a József Attila utcától, vagy a Szent István tértől a Munkácsi irányi utcai sarokig. Ez azt is jelenti, hogy ebben az esztendőben, ezen a szakaszon a kerékpárutat szükséges lezárni biztonsági okok miatt, és egyébként sem férnének el, azt gondolom, a kerékpárosok, mert sokkal több sátor, sokkal több esemény, játszóház lesz ezen a területen. Ebben a dologban szeretném kérni a csabaiaknak a türelmét, egy napról van csupán szó, viszont lehetőség van letenni a kerékpárt az Andrássy út a megyenap, Vármegyenap előtti szakaszán, és érdemes bejönni, és 2-3 órát rászánni, hogy végig sétáljanak a Vármegyenapon, és részt vegyenek a programokon. Ez talán a legfontosabb, amelyet el kellett mondanunk, illetve ebben az esztendőben egy másik rendezvény is zajlik a városban, szeptember 6-a és 8-a között, tehát pénteken, szombaton és vasárnap, ez pedig a Kulturális és Innovációs Minisztérium által szervezett 1100 éve Európában, 20 éve az Unióban országos programsorozatnak a Békés Vármegyei része, és ebből néhány elemet a Vármegye Nap keretén belül valósítunk meg. Így ennek keretében lesz itt a Nemzeti Művelődési Intézet gasztrobusza, idén második alkalommal. A Cirkuszművészeti Központnak lesz egy interaktív cirkuszi produkciója, tehát nem csupán előadás lesz délután 2-től 6-ig, vagy különböző előadásokat lehet megtekinteni, hanem ki lehet próbálni ezeket az eszközöket. Ez nagyjából a színház előtti téren fog megvalósulni, és a Kossuth Rádió is ki fog települni egy kamionnal a Vármegye Napra, ahol 5 órán keresztül élőadásban fog bejelentkezni a Vármegye Napról. Itt körülbelül az én információim szerint 50 Vármegye Napon résztvevő személyt, kézművest fognak bemutatni, és lesz két olyan esemény is, amely nagyon-nagyon érdekes. Az egyik lesz egy országjáró kincses láda, amelyben egy olyan értéket kell elhelyezzünk, egy olyan megyei értéket, ami nagyon jellemző ránk, és itt a Békés-megyei Népművészeti Egyesület elnöke Pál Miklósné fogja elmondani és elhelyezni a ládában azt a békési szűcsímzést, amely a szlovákságnak egy kiemelkedő kulturális értéke, kuriózuma, és ezt be is fogja mutatni. Illetve lesz egy országjáró vándorbot, amelyre egy emlékszalagot kell kössünk, és nem kell sokáig gondolkozzunk, hogy mit írjunk rá erre az emlékszalagra. Az a három szó lesz, amely a Vármegye Napnak is a szlogenje, alcíme: hagyomány, érték, közösség, és Harangozó Imre néprajzkutató fogja felkötni ezt a szallagot, és fog erről a hármas egységről beszélni. Ami újdonság még ebben az évben, hogy az Angyalok szárnyalása produkció is be fog mutatkozni, amelyet a Jókai Színházban évről évre megszerveznek a Degri utcai gyermekotthon lakóival, a Jókai Színház művészei közösen. Egy félórás produkcióra, egy ilyen karácsonyi előzetesre vállalkoztak, és fognak azt gondolom nagyon megható perceket teremteni a színpadon. Este pedig szintén az 1100 év programsorozat keretén belül egy táncgála kerül megrendezésre, 6 óra 25-től este 8 óráig fog tartani, ahol több békésvármegyei néptánc csoport fog fellépni, de ki fog egészülni egy olyan programmal, amely az ország minden részén látható, és ez kicsit talán elüt a népi kultúrától, vagy nem a magyar népi kultúra része, egy flamenco betétet, egy flamenco előadást tekintetnek meg a nézők ennek keretében.
Ami még újdonság, már tavaly is volt ennek ugye előzménye, Békés Vármegyei civil egyesületek mutatkoztak be múlt esztendőben a Vármegye naphoz kapcsolódva. Idén is így lesz ez, azonban nő a számuk, 11 egyesület szeretne bemutatkozni, akik az András úti szakaszon kapnak majd ebben az évben helyet. És nem beszéltem a vendégeinkről, lehet, hogy velük kellett volna kezdenem. Kovászné és Hargita vármegye lesz a vármegyenapnak a díszvendége. Mind a két megyéből küldöttségek érkeznek, és nem jönnek üres kézzel, mert kézműveseket, székelyföldi kézműveseket hoznak magukkal, akik egész nap élő bemutatókkal fognak kedveskedni a kilátogatóknak. Hát rendkívül sok újdonság lesz valóban, és hát nem is soroltunk fel mindent, azt hiszem, de a legfontosabbak talán elhangzottak a nézők számára is. Itt az esti zárás körüli időszakról már hallottunk, de mi a legkorábbi időpont, amikor már érdemes kilátogatni az érdeklődőknek szombaton? Reggel 8 óra 20 perckor kezdődik a szokásos felvonulás, a Csaba Centertől indul. Liska Gábor, a Vármegyenap arca ki fogja dobolni a piacon is előtte, mint ahogy tette ezt a múlt héten is, és a Csaba Centernél is a Vármegyenapot, az Andrássy úton végighaladva hívogatják a nézőket. 9 órakor kezdődik a hivatalos megnyitó, ez nagyjából 10-15 percig tart, díszlövés hangzik el, és elindul a Vármegyenap. Egészen este 8-ig várjuk a kedves érdeklődőket. Nagyon remélem, hogy minél többen, ahogy az elmúlt években is, nem csak Békés Csabáról, hanem a környező településekről, az egész megyéből fognak érkezni. Hát rendkívül csalogató, úgyhogy sok sikert kívánunk a rendezvényhez. Köszönöm, hogy a vendégem volt. Köszönöm a lehetőséget. Kedves nézőink, ez volt az Aktuális, kísérjék figyelemmel televíziós műsorainkat, és olvassanak minket a behír.hu-n. Viszontlátásra!